Idén július közepén Debrecen és Miskolc ad otthont az európai egyetemi játékoknak, ahol a Pécsi Tudományegyetem rekord létszámú 101 fős csapattal vesz részt a nemzetközi egyetemi versenyen. A PTS sportolói ünnepi köszöntőre gyűltek össze az indulás előtt. Az egyetem hallgatói eddig is sikerrel vettek részt külföldön, bár kisebb létszámmal egyetemi játékokon. A PTR rektora dr. Miseta Attila bízik abban, hogy ez a hagyomány tovább folytatódik. Most valóban a korábbiaknál nagyobb létszámú csapattal indulunk el, ezúttal belföldre, és bízunk abban, hogy a fiúk és lányok hozzák majd az eredményeket. De természetesen egy ilyen versenyen az eredmény bár fontos, azért az is nagyon fontos, hogy a csapat összetartó legyen, és hogy jól érezzék magukat. Amúgy az egyetemnek nyilván a fő feladat az oktatás és a kutatás, de ez akkor tud jól megvalósulni, és ez meggyőződésem, ha minél többen sportolnak, meg lehet nem azon a szinten, mint akik az európai játékokra mennek el, mert ők tényleg már félig meddig profik. A tanuláson kívül kell egy olyan fajta aktivitás is, ami a szellem mellett a testet is éppen tartja. A sport pedig erre kiváló, fogalmazott dr. Betlehem József, stratégiai és kapcsolati rektor helyettes. Jelentősége talán abban is mérhető ennek a fajta fejlődésnek, hogy mondjuk még két évvel ezelőtt, 2022-ben négy sportágban tudtuk magunkat kvalifikálni európai szintű megmérettetésre, az idei évben ez már 11 sportág lesz, és tulajdonképpen a legnépszerűbb sportágok benne vannak, a klasszikus elkezdve akár az asztali teniszen át, gyakorlatilag a futszál, mint az egyik legdinamikusabb, de ugyanúgy beszélhetnénk tulajdonképpen a tollaslabdáról és sok más további sportágról is. De azért mégiscsak egy fontos dolog az, hogy elhivatott, elkötelezett sportvezetők és edzők nélkül természetesen az eredmények valószínűleg nem lennének olyan sikeresek, mint amilyet remélünk, hogy lesznek. És bízunk abban, hogy újabb érmekkel fogjuk tudni gazdagítani a Pécsi Tudományegyetemnek a sportaktivitásait és életét. Azok a sportolók, akik évközben csak a magyar versenyeken mérethették meg magukat, azoknak extra kihívást jelent a nemzetközi szintérre való kilépés. Szerencse és büszkeség, hogy Magyarországon rendezik meg az Egyetemi Európai Játékok világversenyét, mondta dr. Ács Pongrácz, a PTE az ügyvezető elnöke. Hiszen ez a világverseny, hogyha megnézzük a résztvevők számát tekintve, gyakorlatilag nagyobb, mint az atlétika világbajnokság volt. Nagyon-nagyon neves sportolók vesznek részt, tehát a nívója és a színvonala jóval magasabb, mint a sportolók, ahogy az évben tudtak készülni. A másik dolog pedig az, hogy ez egy plusz megmérettetés. Én, ahogy elmondtam itt a köszöntőmben is, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok azon pécsi egyetemistákra, akik a tanulás mellett ezen a szinten tudnak sportolni, hiszen ez a kőkemény versenysport. A versenyzők napi két edzéssel készülnek a július 12-e és 24-e között zajló nemzetközi egyetemi versenyre. A szervezők a megmérettetésre több mint 5000 sportember érkezését várják. Az eredményeket a PTL hivatalos Facebook oldalán lehet majd követni.